Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Földi László titkosszolgálati szakértő, a Védett Társadalom Alapítvány alapítója, itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok. Itt az elmúlt esztendőben azért sok mindenről beszélgettünk, és ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy az Ultrahang rendelkezésére állt. A hallgatók nagyon szerették az önnel készült beszélgetéseket, és arra gondoltam, hogy év végén pedig megbeszélhetnénk, hogy melyek voltak a 2021-es évnek a legfontosabb tanulságai, illetve hogy mi várható 2022-ben. Szóval amikor ennyi minden történik, világjárvány, konfliktusok, bel- és külpolitikai különböző csatározások, akkor hogyan lehet eldönteni, hogy mi az, amire tényleg érdemes odafigyelni, és érdemes a tanulságokat leszűrni, és mi az, ami pedig csak a médiának a kattintásvadász címe? Pontosan azért, mert rengeteg minden dolog történt. Hogyha megengedi, akkor ilyen nagyobb léptékekben mondanám el a véleményemet legalábbis így az elején. Én úgy látom, hogy egyre őrültebb világba jutunk, és egyre távolabb kerülünk a civilizált világ által korábban megszokott normalitásoktól. Ugye gondoljunk csak abba, hogy abba bele, hogy a keresztény erkölcsiség abitnak minősül egyre inkább, miközben évszázadokon keresztül ehhez tudtak igazodni az emberek, mindegy, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartoztak. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet, nem csak a múlt jelenünk, hanem a jövő szempontjából is. Aztán itt van az életszentségének a támadása, az abortusz és az eutanázia lobbisták részéről. Tehát olyan szinten jelenik ma már ez meg a civilizált világban, itt Európában és Észak-Amerikában, amely elborzadással kell, hogy töltse mindazokat, akik azért az életszentségét fontosnak tartják és alapértéknek ítélik. Vagy lassan kötelezővé válik, nem akarok profán lenni, lemondanunk a női és férfi identitásunkról, hiszen a gender tényelése nem látott sebességgel halad keresztül a társadalmakon. És ami számomra a legfájdalmasabb, ha így tetszik, ugye a politikai elit fejében uralkodó káosz gyakorlatilag a társadalomra is egyre inkább átterjed, és ma már azon kell izgulnunk, hogy eltelik olyan nap, amikor főleg tőlünk nyugatra lévő országok nem a felfordulás irányába hát lavírozzák az életüket, hogy a folyamatos elégedetlenségek mind-mind frusztrációt jeleznek. Tehát a társadalmak nyugalma, értékei, vesztése közepetten ugye a legalapvetőbb pillér, a rend próbál eltűnni az életünkből itt Európában. Miközben azt mondják, hogy ez nem a rend eltűnése, hanem a szabadságnak a megerősödése. És most, miközben sorolta ezeket a dolgokat, az jutott eszembe, hogy a kicsit olyan, mintha a 60-as éveknek az újra gondolt lázadása jönne elő újra, csak egy sokkal töményebb verzióban. Azt elmondhatjuk, hogy ilyen kulturális erkölcsi korszakváltás figyelhető meg a világban? Egyértelműen így van, és nem vitatom azt sem, hogy nem az egyedüli jelenség. Ez az elmúlt évtizedek, majdnem évszázadok történelmében az emberiség ugye megélt világában. De ami most történik, annak két nagyon alapos sajátossága, ami eddig nem nagyon volt. Hogy a folyamatok nem hosszú idő alatt lappangva jutnak egyről a kettőre, hanem valami elképesztő sebességgel haladnak. És ugye a földgyorsult világunkban nem csak az információ gyorsasága jelenik meg, hanem ezeknek a változásoknak a sebessége is napirendre kerül. Hiszen majd még egy-két éve elképzelhetetlen volt, az ma, hogy úgy mondjam, társadalmilag majdhogy nem tolerált, sok helyütt elfogadott valósággá vált azok között is, amit felsoroltam, és egyéb tényezőket is ide lehet hozni. Ugye a 60-as években megfogalmazódott is, és hogy úgy mondjam, egyfajta törvényszerűségé vált az, hogy a meglévő társadalmi trendeket nem szabad elfogadni statikusnak, hanem változást kell folyamatosan generálni. Ugye ez az alap ideológiája tulajdonképpen ma az abnormalitást jelentő folyamatoknak.
mert a statikus az gyakorlatilag az igazodási pont volt mindig is, tehát az alapértékeink, amihez az emberek bármilyen társadalmi formában is éltek, akár még a szocializmus idején is, azért mindig vissza tudtak lépni, mindig tudtak kapaszkodót találni maguknak. Nem véletlen az, hogy a 90 évig tartó kommunista folyamat a Szovjetunióban nem tudta eltüntetni ugye az ortodoxia, az ortodox egyháznak az erejét és hatalmát és a gondolatiságát a társadalom nem tudta kiölni. Az emberek nagyon gyorsan visszaigazodtak, független attól, hogy egyébként hány éven keresztül kellett ezt tagadniuk, vagy tulajdonképpen bujkálni emiatt. Tehát az ember alapértékeihez mindig visszatért, és mindig visszatért. Csak ugye most én úgy látom, hogy olyan fajta cunami indult el, főleg a modern technikák segítségével, az internet és egyéb információs dömping segítségével, ami pontosan a fiatal generációkat stimulálja és támadja, és kezeli célpontként azért, hogy mire fölnőnek, ne legyenek tapasztalataik a normalitással, a hagyományos értékekkel. Tehát azt is gondolom ezzel párhuzamosan, hogy a társadalomtól elvárható segítség ez ügyben az egyre inkább amortizálódik, és visszajön a család problematikája a nevelésben, az értelmek átadásában, mert nem lesz más kapaszkodó nagyon sok esetben. Az is nagyon érdekes, hogy amiket mondott, mondhatnánk, hogy ez kulturális megízlésbeli kérdés, és mi köze ennek a politikához, illetve hogy ez a társadalom alsó rétegeiből jövő változtatási szándék, és hogy ez egy civil dolog. Ez így van, vagy valójában ezt valahol a fejünk fölött eldöntik, és kitalálják ezeket az új modelleket, és megpróbálják ránk erőltetni? Bocsásson meg, nem tudom értelmezni a társadalom alsó rétegét. A társadalom az egy egység, az egy teljes alsó-felső nélküli egység. Most ezt nem akarom túl dramatizálni, csak akarom mondani, hogy itt nagy tévedésben vagyunk elég régóta. Hiszen ugye a politika az egy szolgálati terület, hogy így fogalmaznak. A társadalmat szolgálni hát hivatott világ. Most ez fordult a feje tetejére, és ezt jól látja. Tehát nem arról van szó, hogy elfelejtenénk a normalitást, hiszen volt olyan időszak a magyar történelemben is, amikor tulajdonképpen az igazi létezését, a kultúránkat, a hagyományainkat, az évszázadok alatt összegyűlt tudásunkat, hogy a paraszti társadalom tartotta életben. És a nemesség mindenhez, az arisztokrácia, hogy a politikai elit, ha így fogalmazunk az akkori viszonyok szerint, pedig tulajdonképpen szolgálta ennek a fönnmaradását. Tehát itt nagyon komoly rend volt az ügyben, hogy hogyan lehet az értékeinket védeni, a társadalmat megtartani, egy nemzetet életben tartani, hogy így fogalmazzak. És hogy ezzel az összevisszasággal, amelyet a mai politikai élet, főleg a nyugati világban agymosott, már bocsánat a kifejezésért, politikai elit képtelen megtartani. És akkor így csúszik ki a társadalom tulajdonképpen a normalitás alól, és így kerül egy olyan vákumba, amelynek a megoldását pillanatban nagyon nehezen lehet megfogalmazni. Amikor ezek a különböző ilyen káoszos dolgok előkerülnek, akkor felmerül a kérdés, hogy lehet-e rendet teremteni, hiszen azért a 60-as éveknek a szexuális forradalmánál is azt látjuk, hogy az a mai viszonyokhoz képest egy konzervatív valami és rosszabb irányba haladt a világ, és van egy ilyen vélekedés, hogy alapvetően mindig egyre rosszabb irányba halad a világ. A kérdés, hogy lehet-e fordulat, vagy lehet-e ezt a tempót legalább lassítani? Nézd, nem tudok más mondani, mint az erkölcsi, keresztény erkölcs alapkérdéseit. Nem értem az, hogyha a vallás erős dominanciát játszik egy társadalom az emberek életében, lásd a muszlim világot ilyen szempontból, ott bizony ezek a kérdések nem hogy rossz irányba haladnak, hanem föl sem merülnek. Tehát ugye a civilizált világunk, az európai, észak-amerikai, hogy fogalmazok is szűkebb területként a világról, ott bizony ez a fajta értékrend tűnik el. És ennek a hatása az, hogy minden szabad. És erre játszanak azok, akik nem véletlenül akarják ezt a fajta
erkölcsi értékrendet, ugye a keresztény zsidó kultúrára épülő európai hagyományokat elsodorni az út, hogy így fogalmazzak. Ez két irányból teszik. Egyfelől megkérdőjelezik ezeknek a szükségességét, és az embereket így módon tulajdonképpen egy szabad prédának teszik, illetve olyan kultúrát csempésznek be, amely ezt az ő szempontjukból tulajdonképpen még gyorsabbá is tesznek az eltüntetését, hiszen az ideérkező új kultúra, egész pontosan a muszlim világ, és annak a logikája nem tűr másfajta vallások jelenlétét és annak a szorgalmazását, hiszen ugye a legutóbbi példa az, hogy a karácsony szónak a használata megfordult Brüsszel fejében el kellene törölni. Tehát micsoda abszurditás ez. És abban a pillanatban, hogy ennek bármilyen szinten is teret engedünk, abban a pillanatban bizony láthatjuk a saját sírunkat megásandó. És látjuk, hogy Brüsszel ott akkor hátrált meg, amikor a Vatikán kifejezte a tiltakozását, viszont ezzel azért az is látszik, hogy az egyházaknak, például a római katolikus egyháznak azért van befolyása és tud változást elérni, hogyha megszólal. Hogy érzi, egyrészt kérdezem, hogy ezzel egyetértem, másrészt, hogy kellő helyen és kellő időben szólalnak-e meg az egyházi vezetők? Én úgy láttam, hogy különösen a katolikus egyháznál egy komoly válság folyamat figyelhető meg minden szempontból. Nem vagyok szakértője területnek, tehát nem bátorkodnék ezt miért bedelmezni. De hogy válság van, az egyértelmű. Azt, hogy egy szakadást jelent, milyen formában, hogy ezt az adott irodalom persze beszélni vitatja, én ezt nem minősíteném. Nagyon fontos volt a pápa megszólalása, és végre olyan témában, ami az ő, az az egyház és az egyházi méltóság területe és feladata. Kevésbé kellene szerintem, de ez megint egy nem korrekt kritika részemből, politikailag sokszor megszólalni az egyházi vezetésnek, főleg a pápának. De akárhogy is, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy úgy értelmezzük a mai világot, hogy amit ön is sokszor mondott és kérdésként is föltett, a kultúránkat, az identitásunkat nem szabad engedni, el a kezekkel erről a területről. Vitatkozunk sok minden másról, a modernizáció mit jelent, milyen irányba menjünk, a társadalmak fejlődése mit jelent és mit nem, keveredhetünk-e kultúrákkal, vagy a nem, és az milyen módon. De az identitásunkról el a kezekkel, mert ha itt engedünk, ha itt nem vagyunk kemények, egyház és nem egyház, civil szervezetek és politikai érdekrendszerek, pártok vagy bármilyen szerveződések, akkor bizony egy-egy ilyen felszólalás egyre kevésbé lesz hatékony az ellenség nagyon is átgondolt és tudatos magatartásával és támadási technikájával szemben. Viszont Magyarországon lehet ez nemzeti minimum, hiszen úgy látom, hogy az ellenzéki politikusok és a kormánypárti politikusok, az ellenzéki érzelműek és a kormánypárti érzelműek között ez is egy töréspont, tehát ebben sincs megegyezés, hogy akkor mik legyenek a hagyományos értékeink. Ez az én meglátásom ez ügyben az, hogy át kell lépnünk a politikusokon. Most ezt lehet, hogy képzavar ez a mondat, csak amit akarok ezzel kifejezni. Vissza kell mennünk az önrendeződés szintjére. Tehát a civil társadalom az, amelyik rendet tud tenni a saját maga fejében. A politikusoktól egyre kevésbé várhatjuk el, és csak azért mondom ezt, bár egyébként a mi politikai vezetés azért ragaszkodik az alapértékekhez, hisz törvényeket hoz, hisz az alkotmányt ez ügyben erősítette. Ez kétségtelen tény. De mégis van egy maximum játéktere, amelyet nem tud, nem akar, nem mer átlépni, mert politizálnia kell. Ez egy normális dolog, félértés ne legyen. Ahol mi még inkább kifejthetjük a védelmi értékrendünket, nem győzöm hangsúlyozni, az a civil világ területe. Nem véletlen az egyébként, hogy a másik fél is, a támadó fél az NGO rendszerén keresztül a civil világot direktben próbálja érzékenyíteni, úgymond, próbálja átprogramozni, és támadja főként a fiataljainkat ez ügyben. Mert pontosan tudja ő maga is, hogy a politika játéktere az napi taktikai szintű szinte, ma már ebben a modern felgyorsult világban. Ami stabil lehet és stratégiai értékű, az a civil rendeződésnek az akarata és annak az érvényesülése.
ugye létrehozták idén a Védett Társadalom Alapítványt, és látom a Facebook oldalán, hogy járják az országot, és hogy folyamatosan találkoznak az emberekkel. Milyenek a visszajelzések, és milyenek a tapasztalatok? Van igény erre a fajta civil találkozásra? Őszintén megmondta, minket is megdöbbent, hogy mennyire igen. Tehát pontosan ezért merem azt állítani, hogy a politikai megnyilatkozások, a politikai jelenléte az emberek életében, a civil világ életében, az szűk pályán mozog, szűk pályán tud mozogni, hogy ez mennyire eleve elrendelt, vagy sem, azt nem tudom persze megmondani. De ahogy beszélgetünk, ahogy visszatérünk arra, hogy nekünk itt nem nagy filozófiai eszméket kell futtatni, hanem az egyszerű tőmondatokban elmondani, hogy mi a normális, na erre nagyon fogékonyak az emberek szerencsére. Mi várható 2022-ben, és érdekelne, hogy hogy látja ezt a világ szempontjából, Európa szempontjából és Magyarország szempontjából? Bár azt mondhatnám, hogy két irányú a folyamat. Tehát egy progresszív és egy mondjuk így visszafogottabb, normálisabb, kiegyensúlyozott világ közül választhatunk. Sajnos nem. 22 még nem az az év, amikor a konszolidációt megélhetjük, és most, hogyha megengedi, nem csak Magyarországra, hanem főként Európára utalok. Én úgy látom, mivel nincs politikai akarat, mivel a politikai elit Nyugat-Európában vagy nem tudja, vagy nem akarja, vagy befolyás alatt van, vagy nem ért hozzá. Sok-sok oka lehet, a végeredmény ugyanaz. Nem képes kontrollálni a negatív irányú folyamatokat, sem a társadalom szintjén, sem pedig sok-sok olyan területen, amely sajnos az életünket egyre keservesebbé tudja tenni. Nem látom 22-ben az ezzel szembeni folyamat potenciális lehetőségét. Ugye ezzel szemben egy kicsit Magyarországon pozitívabb képet látnék, vagy vizionálnék abban az esetben, hogyha nem egy külföld által irányított hatalmi centrum jönne létre kormány címszó alatt, 22-es választást követően, mert akkor nagyon-nagyon gyorsan utolérjük a nyugatot sajnálatos módon, ahogy értem, ilyen nyugati negatív tendenciákat. Ha a jelenlegi kormány marad, sok mindent újra kell értékelni, azért ezt szeretném hangsúlyozni, ahhoz képest, mint az elmúlt 12 év alatt volt. Nagyon sok mindent meg kell tartania, pont a közösségi értékek mentén, és pontosan az emberek szempontjából. De azért van mit újra gondolni véleményem szerint, és nagyon bízom benne, hogy egy ilyen győzelem, esetén ezt meg is teszik valamennyiünk érdekében. Melyek azok a dolgok, amelyeket át kell gondolni, és újra kell gondolni? Én azt gondolom, hogy a részvételét akár a gazdasági, akár az egyéb folyamatokban szélesíteni kell. Mert a stabilitásnak az a lényege, hogyha egyre többen érzik azt a társadalmi szinten belül, hogy nem csak szemlélői ezeknek a folyamatoknak, hanem résztvevői is. Legyen ez gazdasági, politikai, társadalompolitikai, vagy éppen mondjuk ilyen önszerveződési tételek. Mert azt a víziót nem tudom elkerülni magamtól, hogy mi 10 millióan itt az országon belül, aztán még néhány millióan a diaszpórában, nem vagyunk túl sokan, de elegen lennénk ahhoz, hogy túléljünk bármilyen kihívást is, de csak együtt. A gyűlölködésben, az egymással szembefeszüléssel tulajdonképpen a saját esélyeinket játsszuk el. Ezt mindenképpen újra kell gondolni. Ebben az újragondolásban mennyire nehéz az, hogy valaki kormánypárti pozícióból kell még gondolkodnia is, hiszen a kormányzásnak a napi szintű teendői, azok sokszor az ilyen stratégiai, ideológiai stratégiai kérdések elé kerülhetnek. Igen, de ebbe kell segíteni nekünk a politikát. Tehát erről beszélek, hogy egy kicsit elkényelmesedtünk, kicsit nyugatosodtunk abból a szempontból, hogy milyen szinten és milyen aktivitással veszünk részt önmagunk életének az alakításában. Ugye a nyugati társadalmak frusztrációja ma pont abból fakad, hogy nem értik az emberek a helyzetet. Mert az elmúlt 70 évben nem volt szükségük részt venni ezekben a folyamatokban, de le is nevelték őket erről. Mondta a politika, hogy éljél jól, éld meg az életedet, de ne foglalkozz, ami ezen túl van, semmilyen dologgal.
És amikor eljön a pillanat, hogy válságok sorozatát élne meg a társadalom, akkor az egyén nem képes ezt normálisan kezelni, és nincs fölkészülve rá. Nálunk még véleményem szerint a társadalom döntő többségének, mert nem a fiataloknak, hanem az idősebb tapasztaltal, élettapasztaltal, jobban bíró rétegének a társadalmunknak, megvan még az a készsége, hogy a jót, rosszat, a fontosat, kevésbé fontostól szét tudja választani, és ebben úgymond, mint egy háttérevő, egy segédcsapat tudja orientálni a politikát. Amikor ezeket a folyamatokat látjuk, akkor nagy kérdés, hogy hogyan tovább. És itt behoznám a koronavírus járványnak a kérdését, amely úgy tűnik, hogy szintén egy nagyon-nagyon megosztó téma, és talán a hagyományos ilyen konzervatív és ultraliberális törésvonalon túl egy ilyen oltáspárti és oltás ellenes kérdést is behozott a magyar társadalomba. Mennyire látja ezt veszélyesnek? Hát az egy szempontból látom veszélyesnek, de nem példanélkül, és nem folyamat, egyszer csak a folyamat előkerül véletlenül című, kicsit magyartalan mondat elnézést, folyamat eredménye. Hiszen miről van szó? A szakma az nem a politika mögött, hanem a szakma a politika előtt kell, hogy menjen. Ugye gyakorlatilag én azt látom ebben a konkrét példában, és visszatekint az elmúlt évtizedekre, hogy tulajdonképpen a politika fölülírta nagyon sokszor a szakmát. És most mindegy, hogy melyik oldalt nézem. És ebben a pillanatban veszített, és ebben a pillanatban mi a társadalom veszítettük a legtöbbet, hiszen nekünk a szakma az, amelyik a determinált. Az egészségügyben nem a politikus, nem az utcaemberek kell mondja meg, mi a helyes magatartás. Ja, hogy egyébként sokszor nem bízunk ma már, főleg Nyugat-Európában, az úgynevezett szakmapolitikai döntésekben, hogy most kell-e például oltani, vagy nem, ez nem annak az oka és problémája, hogy konkrétan valóban a vírus vakcina ügyben mi a helyes, hanem egy következmény. És ez az a stratégiai pont, amin változtatni kell véleményem szerint. A szakmák becsületét a szakmaiság oldalán vissza kell adni, a politikának vissza kell vonulni ebből. A szakmának kell tudni azt, hogy mi helyes és mit nem. És nem csak az egészségügyben, nagyon-nagyon sok területen. Tehát én azt látom, hogy ez egyfajta mesterségesen gerjesztett dolog része ugye a káoszteremtés folyamatának. Tehát ez egy spekuláció, biztos, hogy van mögötte. De még egyszer mondom, a legnagyobb probléma az, hogy már nem merünk hinni a szakmának sem, és ez nagy baj. Azon gondolkodtam, miközben ezt mondta, hogy viszont a szakértői kormányok például mindig ott buktak meg, hogy nem mérlegeltek politikai, vagy társadalmi, vagy más szempontokat, és nyilván például járványügyi korlátozások esetében teljesen mást gondol egy egészségügyi szakember, vagy egy virológus, mint amit akár egy munkáltató, vagy egy gazdasági szereplő, vagy egy kis boltos, és hogy ezeket lehet-e valahogy közös nevezőre hozni. Ilyen helyzetekben, krízis helyzetben nincs jó megoldás, csak megoldás van. Igen. Tehát nem szabad keresni a jó megoldást. A jó megoldás az egy békeidei probléma. A megoldás pedig háborús, krízis és egyéb helyzeteknek a kitettsége. Itt járnak rosszul és járnak jól, mondjuk így az emberek. De itt nem az a kérdés, az a kérdés, hogy életben kell maradnunk. Mert utána lehet arról beszélgetni, hogy hogyan tovább. Ha meghalunk, akkor miről beszélnénk? Azért is tettem fel ezt a kérdést, mert úgy tűnik, hogy ez az oltáspárti és oltás ellenes kérdés, ez azért a jobboldali táboron belül is egy megosztó kérdés lehet. Ez az internet világában, miért csodálkozunk ezen? Hát ami ostobaság, butaság kering, azonnal szakértőkké válnak egyébként korábban a témát abszolút nem ismerők is, és ezt adják tovább, és megy, és hát nem tudok más mondani. Tehát ez a fajta internetezés és mondjuk közösségi hálózás, megint csúnya magyarsággal, ez bizony az emberiséget pusztulásba tudja dönteni. Na akkor végezetül egy utolsó kérdés. Többször beszélt a káoszteremtésről. Lehet-e a 2022-es év az a csúcspontja ennek, és várható-e, hogy utána azért végre normalizálódik a helyzet? Hát ne haragudj, ne hozzon meg ilyen helyzetbe. Nem vagyok jós, nem tudom. Én csak azt tudom mondani, hogy rend nélkül ne is gondolkozzunk arról, hogy a káosz el tud múlni.
vissza kell térnünk a normális rendhez, mindenkinek tudomásul kell venni, hogy vannak szabályok, vannak törvények. Aki ezt átlépi, az súlyos következményekkel jár, aki betartja, az pedig örüljön neki, hogy egy normális életben fog tudni élni. Földi László, köszönjük szépen! Igen.